Sport Óbecse történetének egyik legkiemelkedőbb alakjaként tartják számon. Tevékenységével és munkájával mély nyomot hagyott hátra nem csak a helyi, de az egyetemes magyar köztudatban is. Születésének évfordulója alkalmából a Tán Emlékház munkatársai a festő műveinek állandó jellegű tárlatával készültek. Nagyon büszkék vagyunk erre az állandó kiállításra, ugyanis méltó helyet kaptak ezek a reprodukciók itt ugye Tán Mór szülőházának falain, és hát úgy gondoljuk, hogy ami miatt a leglényegesebb, hogy az ide látogató vendégek állandó jelleggel megtekinthetik ezt a reprodukció kiállítást. Rengeteg festménye van, az Országházától kezdve a Maticán keresztül, itt Óbecsi nálunk is vannak, és ezek a festmények talán Európa, vagy legalábbis Magyarországon biztos a legkiemelkedőbb festék közé emelték ők, továbbá freskó festészettel is foglalkozott, valamint oltárképeket is festett. A megnyitón a Szabadkai Városi Múzeum restaurátora egy rendhagyó történelmi áttekintés által tartott ismertető előadást Tán Mór művészetéről és alkotásairól. Szinte a korabeli festészetnek minden dolgában és műfajában járatos volt, és hát tudós festőként is tartották számon, tehát Pictor Doctusnak is hívták, mert nem csak a technikai részekben volt járatos, hanem a történelmi dolgokban is. A kiállítás felöleli Tán Mór oltárképeit, portréjait, valamint háborús festményeit.